Szerbusztok, kedves nézők, én Oscar vagyok, és ez a Dark Messiah of Might and Magic végigjátszásomnak a hetedik része. Folytassuk a kalandjainkat itt a Pók templom alatti Pók barlangszerűségben. Hát igen, telelőttem ugye nyilvesszőkkel a ízét, és az előbb már majdnem, az előző részben majdnem sikerült felmászni itt, csak hát aztán ugye mindig vissza is visszaestem. Pedig ugye láttátok, hogy sikerült már majdnem. Hogyan kellene? Igen, még arra is gondoltam, hogy talán másik szögbe kéne lőnöm, mármint egy másik szögben kellene. Na, gyerünk. Oké, ezt elcsesztem. Szóval, hogy valahogy olyan szögbe kéne belőnöm, ahol könnyebb felmászni. Mert ugye ott egészen fent, ott is, mintha lenne valami. De odáig nem hiszem, hogy fel tudok lőni. Abba a gerenda, nem is látom. Nem, azt már túl magasan van. Pedig oda mindenképpen fel kell másznunk. Vagy ezt fel kéne. Próbáljam így. Ez az. Királyság. Na és innen már tudok akkor átugrani, hogy ezt éppen elkapjam. De azért egy picit közelebbi belövöm bele. Hát igen, eléggé necces lesz, de... Ah, még azt is eltaláltam, de az már olyan magasan van, hogy oda már nem hiszem, hogy el lehet jutni. Na jó, akkor ugorjunk egyet, gyerekek. Egy ultra nagyot. Hű. A valóságban ez biztos, hogy nem mertem volna megtenni. Csákány. Mi az, nem kell. Teljes életerő ital és kifogyhatatlan tegez. Na igen, hát ez egy hasznos tárgy. Ha a leltárba teszed, végtelen nyilvessző utánpótlás biztosít. Úgyhogy akkor ezt ide szépen eltesszük. Igen, erről beszéltem. Ezt mindenképpen célszerű. De most már bármennyit lődözhetünk. Na most hogyan jussunk le gyorsan? Hát, mondjuk nem így gondoltam. Azt hittem, hogy elkapja azt a láncot. Seraf. Jaj! Így, né. Így, né. És már lent is vagyunk. Haha. Fuck yeah. Itt nincs semmi a túloldalon, úgyhogy mehetünk lejjebb. Oh yeah. Loading time. Az ilyen töltőképernyőknél a Sony Vegas videószerkesztő, amivel vágom a végigjátszásomat, annyira beszokott lassulni, hogy ez már gusztustalan. Sarath, there's something I haven't. I can't talk right now. Someone might be listening. You need the skull for a different reason than you think. Forget Lyanna. When it's safe, I'll tell you everything. Hűha, ez elég furcsa hangzott, Xana. Szóval Xana valamit tud a koponyáról. Az árnyék koponyáról, hogy nem arra kell, amire gondolom, hogy kell. Fújt, először úgy féltem ettől a víztől, hogy valami szörny mindjárt kijön innen és megesz, de nem. Tulajdonképpen utánpótlásról van szó. Na csak most a fényt, ezt miért nem tudom megszüntetni? Szárazföldön úgy látszik, nem tudom. Hát ilyen ellátmány tulajdonképpen, de a száz fölé ugye nem nagyon tudunk menni elvileg. Úgyhogy fölösleges palack áfonya.
felfelé, úgyhogy menjünk felfelé most már szerintem. Így igaz. Úgy látszik, hogy lehet több is, mint 100. Akkor most már 106, nagyszerű. Na jó, menjünk akkor tovább. Mármint most a kajára értettem, ugye. Nem lenne jó innen lezutyanni. Menjünk itt szépen a pókbarlangban tovább. Közben adok egy kis fényt, hogy lássatok valamit. Így igaz, életerő ital, mana ital. Ez a kötélnyilvessző, ez nagyon kötéli, ez nagyon jó. Nagyon jó jön. És itt vagyunk. Megjöttem, megjöttem. Hát igen, itt úgy látszik, hogy zutyanni kell. Szerencsére semmilyen vízi szörny nincs. Bár itt először azt hittem, hogy amikor kinyitom azt a rácsot, akkor egyből be fog úszni valami vízi szörny, de szerencsére nem. Micsoda perversség, Istenem. Haha, nem értékeltem a humort. Na várja, akkor mana ital, életerő ital. Hát egy tegez, arra már nincs szükségünk, fapajzs. Arra sincs. Most annyira. Felhívom a figyelmet magamra, goblinok. Itt vagyok. Megjött a hős. Megjött Oscar a Bloodból. A vasvillámat otthon hagytam, de van nálam kard. Bizony, hogy van. Vagytok egy páron. Ha, milyen jó, hogy legugoltál. Hujjá, wakka. Na, akar még valaki? Oh yes, I killed you. I kill you. I kill you. Hallok valamit. Lépteket hallok. Persze lehet, hogy azok ott fentről jönnek. Na mindegy.
Jó alaposan körülszaglászunk mindenhol. Ott fent nincs semmi, de itt... Itt sincs. A regeneráló gyűrű szerencsére visszatölti az életerőmet. Azzal már nem kell foglalkozni annyit. Elég közelről hallom ezeket a lépés hangokat. Telibe találtalak. Erre nem tudunk menni. Mi van ide írva? Felső templom. Oké. Akkor arra fogunk menni, csak hát ugye életerű ital meg egy tegez az kell. Hello, köcsög. Nem pont így akartam. Lefogyott a program. Na akkor egy ismételten egy szinkronizációnak lesztek a szemtanúi, kedves testvéreim. Tehát akkor kérlek alásan, megvárjuk, hogy betöltsön a játék. Hú, de utálom az ilyen fagyásokat. Na, nyomok egy F12-t. És akkor itt magamnak, itt a kis tükörrel beállítom a dolgokat. Így. Oké. Megtörtént a szinkronizáció. A zoomot visszaállítom a kamerán. És már tölthetjük is vissza. Jaj! Az első komolyabb főállásségünk, ugye. Oh yes. Gyere csak, gyere! Na mindegy. Akkor egy gyengítő tekercset kapsz. Tulajdonképpen a... A szemét kell bántani amúgy neki. Tehát amikor így csap egyet a föld felé, akkor így vissza kell gyorsan döfni. Juhúj! Szerencsére bekapni nem szokott. Oh yes. Na gyere. Na ez elég komoly sebzés volt. Ez az. Ennyit rólad, köcsög. Yes! Na most már az erőnket tudjuk fejleszteni. Fejlesztem is. Ezt a hosszú kardot kivágjuk. Helyébe a hentelő bejön. Plusz 7 sebzéssel. Na ez már egy komolyabb kard. Lassabb is, mint a többi. De hogyha betalálunk vele, akkor fuhú, akkor aztán lehet sebezni vele brutálisakat.
Úgyhogy már csak ezért is megérte megölni ezt a nagy melákot. Nagyszerű, kinyitottuk az ajtót. Hát itt nincs semmi, itt egy nagy beomlás van, mi volt ott? Ja, ez csak így jelzi, ha egy ilyen objektum jelző. Na, akkor mehetünk a nagy templomba, gyerekek. De ugye még mindig az a feladat, hogy keresd meg a kristálykamrát és állítsd helyre a templomnak az energiáját. Oh yeah! Közben megnézem, hogy veszi a Fraps. Igen, veszi. Pirosan. És a kamera is pirosan veszi. Oh yeah! Újabb goblinok elé nézünk, véleményem szerint. Igen, érdemes a fejet célozni. You are dead. Na és egyébként itt van egy ilyen csarnok. Ez a gyógyulás csarnoka. Ide bemész és akkor felgyógyulsz életerőileg. Nagyon kulturált dolog ez. Felső templom ebbe az irányba. Na jó, oké, de itt még körül akarok nézni. Nem lehet ezt betörni, ezt az ajtót? Nem. Még ez a szupererős kardunkkal sem jártam sikerrel, viszont itt... Itt bizony csapda. Csapda van. Wait. Look around first. Think about what you're doing. Így van, hát itt szépen körbe kell sétálni, tehát nehogy rálépjünk ezekre a kövekre. És tulajdonképpen... Lehet, hogy még a láda is... El van látva valami csapdával, de... Nem. Teljes életerű ital. Tűz, csapda, tekercs. Tűz, csapda, tekercs. Ugye a tűz csapda, tekercs az olyan, hogy egy tűz csapdát helyezel le a földre, és hogyha az ellenség belesétál, akkor sebződik. Tűzlord botja. Azt mondja, hogy sebzés plusz 3, tűzre érzékeny ellenfelekkel szemben. Kézitusa egy kell hozzá, hát egy darabig megtartjuk. Azt mondja, hogy menedék tekercs, villámcsapás tekercs, bűbáj tekercs, tűzlabda tekercs, tűzlabda tekercs. Na nézzük, hogy a menedék tekercs az mi. Menedék varázslatra képes. Hát, az nem egészen emlékszem, hogy ez mi. Jaj, jaj, jaj. Megfeledkeztem a csapdákról. Így van. Na menjünk át a túloldalra most már akkor. Igen, jól emlékeztem. Itt bizony telekinézissel kell megoldani a dolgokat. Nincs elég varázserőm. És azt hiszem, hogy oda kell felhelyezni. Na jó, megiszunk akkor most egy mana italt, hogy várjál, lehet, hogy van itt egy ilyen feltöltő rész. Aha. Igen, jól emlékeztem. Ez meg a manánkat tölti fel. Életerő ital, teljes életerő ital, mana ital, teljes életerő ital. Hát most már gyakorlatilag legyőzhetetlenek vagyunk. Csak tudni kell használni őket ugye időben. Úgy látszik, hogy itt ezek a goblinok nem vették észre, ez a goblin nem vette észre a csapdákat. De vajon van-e több? Szerintem nincs. Persze igaz, hogy ez is ki lett fosztva. Na
Amúgy ez nekem tökre tetszik, hogy kinyitunk egy ládát, és valós időben kutathatunk benne, szóval ténylegesen tárgyak vannak benne, és nem úgy, hogy kinyitod, megjelenik egy menü, hogy akkor mit veszel ki belőle, hanem ténylegesen belenézel, ez tök jó szerintem. Na jó, mielőtt még akkor tovább megyünk a felső templom felé, feltöltjük a manánkat. Így van. És akkor mit mutatott ez a cucc, hogy erre kell menni, ugye? Na, erre mi van? Megsütötte az oldalamat az a tűz. Na jó, akkor menjünk itt szépen felfelé, most egy töltőképernyő lesz elvileg, nem sokára. Belező Krisz, igen, ezt már néztük az elején, ugye plusz 4,4%-kal növeli a kritikus találat esélyét. Lopakodó kettő üzemmód kell hozzá, tehát ezt hanyagoljuk. Két képzettségpontunk van. Jó, lehet, hogy az íjazásra mégiscsak ezt akkor ki kéne fejleszteni. Nem fejlesztjük ki. Mágikus affinitás, lopakodás, mit kéne fejleszteni, most ezen gondolkodok. Szerintem erre fogunk most gyűjteni megint, hogy a hármas meglegyen, mert mire összegyűjtjük a 10 képzettségpontot, az még odébb van, és van egy olyan fegyver, amit csak így lehet használni. Amivel már az életerőt is visszanyerjük majd a ellenségektől. És azt valószínűleg azt fogjuk használni nagyon sokáig, azt a kardot. Meg majd a játék végén lesz még kettő kard, amiközben az egyiket használhatjuk attól függően, hogy melyik oldalra állunk, a jó vagy a rossz oldalára. Az egyik az a élőhalottak ellen lesz jó, a másik meg ugye a... hát egy ilyen nagyon erős kard, de az egy gonosz kard lesz. Na. Szóval akkor keresd meg a kristálykamrát, állíts helyre a templom energiáját. Még mindig ez a cél. Fú, most jön egy nagyon jó rész. Egy nagyon emlékezetes rész. Careful, dear, there are orcs about. Mind the edge. It's a long way down. Gyertek, orkok! Gyere, ork bácsi! Hú, nem is gondoltam volna, hogy még hátulról is rám támadnak ezek a köcsögök. Hát igen, ez a kard azért... Nagyon erős. Ezzel már az orkok ellen is felveszem a harcot. Simán. Na hát eléggé erőteljessé váltunk, így azért gondolom ti is észrevettétek ezt. A dolgot. Innen nem lenne jó lesz útjanni. Tény is való. A moment, Sarath. Let's look around. Nézzünk körül? Ah, jó. Oké, nézzünk. Ez nem működik még. It's jammed. We'll have to fix it. Taking the stairs will do you some good anyway. With luck, we'll find a way to repair it on our way up. Keresd meg a felvonó szerkezet termét. Igen, de ezt szépen be tudjuk törni ezzel.
Még egyszer. Úgy nő. Ellenméreg, nagyszerű. Kőbőrital. Teljes életerő ital. Mana ital. És akkor megállunk így egy helyben, hogy most hát, hogyha olyan titkos helyeket észreveszek. De nem. És a lényeg. Mana ital, villámtőrök. Na, villámtőrök. Sebzés plusz 4, plusz 8 a villámhoz gyenge ellenség ellen. Mármint a villámhoz gyenge ellenség ellen, igen. Tehát magyarul a villámra érzékeny ellenfelek ellen az célszerű használni, úgyhogy ezt megtartjuk. Egész pontosan nem... Azt hiszem, hogy talán az orkok meg goblinok ezek érzékenyek a villámsebzésre. Ha jól emlékszem. Kipróbáljuk akkor. Viszont ugye a tűz ellen azok nem. Nem kimondottan jó használni. Mert ugye a bestiáriumban olvashattuk, hogy arra mondhatni, hogy védettek. Ezek a pokol fajzatok. Aha, úgy látszik, hogy tényleg jó. Tényleg jó. Hú, várj csak itt, mint hogyha láttam volna valamit, vagy nem? Hé, ezt a tört nem lehet dobni. Úgy látszik, hogy ezt nem. Csak a sima töröket. Áucs! Tényleg ez jó. Yeah. You gonna die, motherfucker. Úgy látszik, hogy ez elég is nekik. De van itt még valami, amit esetleg érdemes lenne. Egyébként azt tetszik ebben a játékban, hogy ha abszolút semmit nem fejlesztesz, úgy is végig lehet vinni, hogyha elég ügyes vagy. Én is most tulajdonképpen csak azért fejlesztek, mert hogy bemutassam nektek, hogy mit hogyan kell, mit hogyan célszerű. Na most ugye oda majd le lehet jutni, oda. Csak nem most, majd később. Úgyhogy most itt szépen felfelé megyünk, most itt mindjárt lesz egy töltőképernyő elvileg. Mérgezett nyilak, hát az nem kell nekünk. Így van. What the hell is that? Egy mágikus gomba. Ugye, visszaállítja életerődet és manádat. Hát igen, ez hasznos. Bár ugye, annyira jók vagyunk, hogy nem nagyon van szükségünk ilyen kisegítő lehetőségekre, eddig még nem nagyon volt.
Na most ugye meg lehet oldani azt is, hogy innen. Ó, már megint lejárt az idő. Na, hogy innen is felmászunk, és hogyha mondjuk levágjuk a hidat, az összedől, akkor innen is fel lehet mászni. Most innen fogok egyébként. Na de, lejárt az időnk sajnos, úgyhogy ez volt a hetedik része a Dark Messiah of Might and Magic végigjátszásomnak, kedves testvéreim, én Oscar voltam. Hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk a 8. részben. Tartsatok velem akkor is, legközelebb, addig is. Sziasztok!